2019-et írunk, ami a mi gyülekezetünknek a történetében egy különös évszám, ugyanis 30 éve van most, hogy visszaadták a templomunkat, és 30 éve funkcionálhat újra templomként, Isten tiszteleti térként. 1989. február 5-én volt az ünnepélyes megnyitója ennek a templomnak, és elmondták a meghívott vendégek, akik most itt voltak, főgondnok úr, hogy akkor nagyon-nagyon hideg volt, esett a hó, és valahol kint kapott helyet, be se tudott akkor jönni. Most ezt a 30 éves évfordulót mi szűk körbe, családias körbe ünnepeltük meg, és örvendeztünk annak, hogy Isten adott nekünk lehetőséget abban, és azért, hogy hallhatjuk az ő igéjét. Most már fűtött körülmények között nem kell fázni, ugyanis 2017-ben a gyülekezet a reformáció 500. esztendejéből, közadakozásból fűtötté tette a templomot, és itt egész télen 12-15 fokos melegben ültünk a templomban, és örvendeztünk annak, hogy hangozhat az Isten igéje. Verbőcön 845 református van, ennyiről tudunk, ennyit tartunk nyilván. Ebből a 845-ből Isten tiszteletre 100-120 ember jár vasárnaponként. Van nekünk 150 hittanosunk, akikkel óvodás kortól egészen 9. osztályos korig tartunk hittoktatást és vasárnapi iskolást, hitvallási órákat a konfirmáció oktatáson. Ünnepekkor jobb a helyzetünk, ugyanis karácsonykor a 285 férőhelyes templomunk kicsinek bizonyul, minden férőhely el van foglalva, van úgy, hogy a fiúk fenn a karba még állnak is. Aztán örülünk annak, hogy a Magyarország kormánya nagypénteket ünnepnappá nyilvánította, mert sokkal többen jönnek haza már az ünnepek előtt, a húsvéti ünnepkörre is, és az idén húsvétkor is szintén megtölt a templom, és alig voltak üres helyek a templomban, és örvendezünk annak, hogy azok, akik elkényszerülnek a megélhetés miatt, a biztonság kérdése miatt, mert ugye vannak olyan fiatal emberek, akik nem akarnak ők elmenni, nem jó szántukból mennek, de ott van a félelem a szívükben, hogy inkább nyugatabbra legyenek, keletebbre legyenek, és ők is haza jönnek egy ünnepre, és itthon vannak. Örülünk annak, hogy hazavágynak, és hogyha tehetik, békességet éreznek, gondolják, hogy egy ünnepbe csak nem keresik meg őket, akkor hazajönnek és részt vesznek az Isten tiszteleten.